az elégedett ember, esti mese, népmese. Egyszer Mátyás király legkedvesebb szolgája nagyon megbetegedett. Hívtak oda tudósokat, doktorokat, vénasszonyokat, de senki nem tudott segíteni rajta. Azt mondta egy vénkuruzsló. Felséges királyom, akkor gyógyul meg a szolgája, ha egy elégedett ember ingében megtörölközik. Nosza, a király szétszalasztotta az országban a szolgáit, hogy keressenek egy elégedett embert, s hozzák ide az ingét. Nagy keresgélés után végre találtak egy juhászt. Vígan, furujázva őrizte a juhokat. Kérdezték a szolgák. Elégedette az életével. Én bizony elégedett vagyok, felelte a juhász, szép a fű, sokat ellettek a juhok. Szépen híznak a bárányok. Na, hála Istennek, csak hogy találtunk egy elégedett embert. Örvendezett az egyik szolga. Mindjárt elmondta a juhásznak, hogy milyen dologban járnak, s adja oda az ingét. Nagyon szívesen odaadnám, ha volna, sajnálkozott a juhász, ezzel kigombolta a szűrét, de bizony, az alatt csak a csupasz bőre látszott. Így azután a király szolgái dolguk végezetlenül tértek vissza a palotába.